4 hónapja nem regisztráltak annyi új fertőzöttet itthon, mint ma. 501 igazolt koronavírusos beteget és 2 elhunytat jelentettek. Póta György gyermekorvos híradónknak azt mondta, a fiatalok körében is terjed a vírus. Azonban szerinte a kormány csak akkor fog szigorítani, ha látványosan romlik a helyzet. 4 hónapos csúcson az új koronavírusos megbetegedések száma. A szerdai adatok 501 új fertőzöttet igazoltak. Legutóbb április végén volt ilyen kiugró ez a szám, akkor 647 új beteget regisztráltak. Meghalt 2 beteg, így 30.143 főre emelkedett az elhunytak száma. Jelenleg 406 beteget ápolnak kórházban, közülük 46-an vannak lélegeztetőgépen. Zaher Gábor az RTL Klub híradójának azt mondta, a kórházban kezelt betegek nagy része oltatlan. Intenzív osztályokon, sürgősségi osztályokon beszámolnak róla, hogy emelkedik a kórházi felvételeknek a száma, és ezeknek a 95%-a a nem oltottak közül tevődik ki. És hát ez gáz. Falus Ferenc korábbi országos tiszti főorvos az ATV Start című műsorában arról beszélt, hogy egy hét alatt 30%-kal nőtt a kórházba kerülők és a fertőzöttek száma. Szerinte most kellene a legszigorúbb intézkedéseket meghozni, mert így még megállítható a növekvő tendencia. A védekezésnek nem egy eszköze van, hanem több, és a miniszterelnök súlyos hibát követel akkor, amikor a védekezés eszközei közül csak egyetlen eszközre helyezi a hangsúlyt, és a maszkot rádobta a kamerára. Falus az oltáson kívül a maszk használat, a távolságtartás és a rendszeres kézfertőtlenítés fontosságára hívta fel a figyelmet. Igenis, a gyerekek is elkaphatják úgy, hogy komoly betegség lesz belőle. A híradónk által megkérdezett gyermekorvos azt mondta, a fiatalok körében is terjed a járvány, és bár ez a szám még alacsony, de egyértelműen növekszik. Olyan esetről egyelőre nem tud, ahol kórházban kezelnének kiskorút. A maszk használat az megfelelő védekezés lenne a járvány terjedés szempontjából. Sajnos ugye olyan ellenérzések vannak a maszk használattal szemben, hogy valószínűleg, hogy ezért nem merik mondani csak akkor, hogyha látványosan romlani fog a helyzet. Kerestük az emmit is, hogy a romló járványügyi adatok tükrében terveznek-e szigorítást, ám adásunkig nem válaszoltak.